Köszöntöm nézőinket a Hazahúzó mai adásában, folytatjuk tapolcai kirándulásunkat. Ez a meseszép Balaton felvidéki település nem véletlenül lett hazánk egyik kiemelt turisztikai célpontja, hiszen itt rengeteg a látnivaló és a kikapcsolódásra alkalmas helyszín, úgyhogy ezúttal is érdemes lesz velünk tartani, nézzenek minket! Tapolca nem csak gyönyörű természeti környezetben fekszik, hanem számos épített értékkel és egyedülálló kiállítóhellyel is büszkélkedhet. A városban járva különleges kincsekre lelhetünk, ilyen például az Ózsinagóga, amely az egykor itt élt zsidóság hitéleti és közösségi tere volt. Tapolca legrégebbi zsinagógájában vagyunk, az úgynevezett Ózsinagógában. Ennek eléggé kalandos a története. Ezt ugye a 21. században fedezték fel, hogy egyáltalán ebben az épületben egy zsinagóga van, de menjünk vissza a kezdetekhez, hogy hogy és milyen körülmények között építették meg ezt az épületet. Ezt az épületet azért építették, mert hát egy kicsikét talán korábbról kezdem, hogy Tapolcára, ahogy települtek be a zsidó emberek, ugye a hitéletet nem tudtak Tapolcán élni, mert nem volt zsinagóga. És eljártak Kővágőrösre, ahol már működött a zsinagóga. Aztán egyre többen lettek, és igény volt arra, hogy Tapolcán is saját zsinagógájuk legyen, és Leszner Júda, aki volt ez az épület, kialakította a zsinagógát saját költségén, és egy két tantermes iskolát is létrehozott itt mindjárt közvetlen utána. Mikor volt ez? Hát ez 1813-ban. És hát sokáig akkor működött, ugye? 50 évig volt zsinagógaként, és 1063-ban pedig megépült a nagy zsinagóga, mert már annyian voltak, hogy kicsinek bizonyult az Ózsinagóga, és utána a hitélet ott volt. És aztán mi lett az épülettel, hogy így nem tudtak róla aztán? Hát ugye kallódott. Több tulajdonosa lett az épületnek, többféle funkciót töltött be, volt itt vendéglátó egységtől elkezdve minden. Aztán Neszler Imre megvásárolta, és ő kutatta ki igazán ennek az épületnek az eredetét. És akkor, mikor kiderült, akkor megalakítottuk a Tapolcai Értékmegőrző Egyesületet, és ennek keretén belül hát próbáltunk mindent elkövetni annak érdekében, hogy előreléphessünk. Na most azt tudni kell, hogy egyedül a Neszler Imre költségén történt a felújítás, és mindaz, amit itt látunk, mert itt hatalmas munkálatok voltak, itt az utolsó szem vakolatig le lett verve minden, nagyon rossz állapotban volt a mennyezettől a járólapadló. De eredetiek a falak? A falak eredetiek, igen. És nagyon szépen kibontakozik, hogy hol mi lehetett. Itt a hátunk mögött volt a tóra szekrény például. És hát hosszú-hosszú évekig tartott a munkálat, míg nem kialakult, és ilyen csodálatosan elkészült az Ózsinagóga, ahol manapság már koncerteket lehet tartani, ahol kiállítást lehet tartani, és bárkinek, és boldogan, és örömmel meg lehet mutatni. Milyen kiállítás látható itt? Holokauszt áldozataira emlékezünk, és ez a kiállítási anyag 2014-ben készült, és kallódott a nem is a könyvtár, hanem a művelődési ház raktárába. És az Imre úgy gondolta, hogy ezt meg kell vásárolni, és közkincsé kell tenni. Úgy került ide az Ózsinagógába. Ebben a kiállításban tulajdonképpen szerettem volna
bemutatni az áldozatokat. Nagyon nehéz dolgom volt, mert sajnos a családoknál nem sok minden maradt meg, sőt mondhatni, hogy nagyon soknál még egy fénykép sem. De hát azért valamennyire, hál' Istennek, be tudtam gyűjteni. Akkor egy nagy kutató munka. Ez egy hatalmas kutató munkát jelentett, igen, és össze tudtam hozni ezt a kiállítást, amelyben próbáltam belesűríteni az akkori emberek életét, munkáját, hitéletét, a mezőgazdasági tevékenységtől elkezdve a kisipari tevékenységig mindent. Próbáltam felkutatni régi iratokat, régi emlékeket. Szerencsémre sikerült is találni többek között a Tapolcai Szent Egylet kapcsos könyvét, ami jelenleg az Egerszegi könyvtár tulajdonát képezi, és ez egy olyan dokumentum, ami párját ritkítja. De párját ritkítja többek között, azaz 1870-től 1880-ig szóló születési anyakönyvi kivonat, annak a gyönyörű kézzel írt sorai és a nevek, és már nagyon sok mindenkinek tudtam is segíteni, aki kereste a hozzátartozóját, illetve a születési adatait. Ugyanúgy nagyon nagy becsben tartom ezt a tórát, ami az első szekrényben látható. Ez 18. század végi tóratekercs, és ezt egy antikvárboltba vettük meg, tehát nem a családon belül maradt, hanem ott vásároltuk meg, és hát nagyon-nagyon vigyázunk rá. Nagyon érdekes dolog, hogy a hitközség pecsétjei közül hármat sikerült fellelnem, és hát meg is fogom őrizni. Ez egy nagyon gazdag kiállítás, úgyhogy nagyon nagy anyagot aki erre kíváncsi, az tényleg jöjjön. Igen, és igen. Hogy lehet megtekinteni a kiállítást? Hát bejelentkezés alapján. Ahogy azt Márti említette, az Ózsinagóga megmentése a Tapolcai Értékmegőrző Egyesület elnökének, Neszler Imrének a jóvoltából valósult meg. Az Egyesület elnökével egy nem mindennapi helyszínen a föld alatt találkoztam, ugyanis Tapolca alatt a barlangrendszeren kívül egy pincerrendszer is megtalálható. Egy különleges pincerrendszerben vagyunk, amely az egykori zsidó borkereskedőkhöz kötődik. Így van. Ha jól tudom. Így van. Tapolca belváros alatt vagyunk, az egykori Lesner család boros pincéjében, ami 1700 négyzetméter nagyságú, több pinceágból áll, és egykor borkereskedelem folyt itt, a felvásárolt borokat itt kezelték, tárolták, majd pedig innét indultak a borok tovább egész Európába, Trieste-be, Londonba és Bécsbe, ahol a tovább értékesítése folyt a boroknak. És meddig történt ez? Tehát hány évtizedig? A második világháborúval ez a történet lezárult, a család holokauszt túlérői külföldre vándoroltak, illetve leszármazottja őt szintén nem tértek vissza. Majd a háború után a Balaton-Edericsi Termelőszövetkezet üzemeltette a helyet. Annak idején ugyanazon a funkcióval, mint korábban borkereskedelem és bortárolás folyt itt, majd a 90-es évek elején ez a funkciója a pincerrendszernek megszűnt. Hosszú éveken keresztül üresen állt, míg pár évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy kultúrtörténeti sétákat tervezünk itt a városban létrehozni, amelynek ez a pince helysége az egyik állomása. A kultúrtörténeti sétáinkat Hangori László történész főmuzeológus vezeti. A család történetét és a pince történetén kívül számos dologról szó esik, mekkora mennyiségben termeltek itt bort, milyen bort termeltek.
És itt milyen a talaj, vagy milyen kőzet vesz minket körbe, hogy így megmarad és nem omlik? Tapolca talaj a mészköves, és az itt kibányászott mészkőből készült többségében ennek a pincerésznek is a falazata, amit itt helyben kibányáztak, azt a követ faragták újra, és abból építették ezt a pincerhelyiséget. És hordó még maradt? 2-3 ászok hordó maradt még hátul mutatóban, a többi sajnos tönkre, mert mivel nem lettek használva, és kiszáradtak, így van. És ezen kívül még egy cement tartályokat tudunk megtekinteni, amik szintén bor tárolására használtak. És mi lesz a sorsa azon kívül, hogy itt azért vannak ilyen ismeretterjesztő séták? Jó híreim vannak. Hosszú éveken keresztül kerestünk befektetőt erre a pince helységre, részt vettünk a műemléke nyilvánításában is. És most úgy tűnik, hogy 2 hónappal ezelőtt egy új befektető megvásárolt ezt a pince helységet, aki ugyanazokat a nézeteket vallja, mint mi, egy helyi kultúrtörténeti emlékhelyet akar itt csinálni. Egyrészt a Lesner család tiszteletére, másrészt pedig egy kiállító helységként, illetve programhelységként működne ez az építmény. Akkor tovább. Neki is egy szívügye. Neki is a szívügye, ő is komolyan gondolja, így van, és nagyon úgy tűnik, hogy hatalmas szerencsék van vele. Egyébként a kultúrtörténeti sétáink jelenleg is folynak. A kedves nézők a túráinkról az Egyesület honlapján tudnak informálódni, illetve a helyi túrinform irodában. A következő percekben nagyon figyeljenek a vasút szerelmesei, ugyanis egy legendás mozdonyról lesz szó, amely hosszú évtizedekig rótta a hazai sínpályákat. A jobb napokat megért vasparipa manapság kiállított tárgyként látható a tapolcai vasútállomáson. Tapolcán nagyon erős a nohab kultusz, a nohab az egy mozdony, és itt van egy torzója itt a vasútállomáson. Ez milyen nemzetiségű mozdony, mikor került forgalomba, és egyáltalán milyen érdekességei vannak ennek az érdekes tárgynak, közlekedési tárgynak? Ez a mozdony, ez voltak éppen nem is mozdony, hanem egy ikon. Magyarország vasúthálózatán egy ikonikus mozdony, ha lehet így fogalmazni konkrétan. És azok a mozdonyvezetők, akik ezeket a mozdonyokat alkalmazták a való életben és a mindennapokban, ezekben egy érzelmi vonal, egy érzelmi kapcsolat alakult ki ezzel az ikonikus mozdonnyal, amivel a mindennapi kenyerüket keresték meg. És ezt a mozdonyt, ezt 1963-tól 64-ig hozták be az országba. Előtte már ezek a típusok már megvoltak, csak más struktúrával voltak szerelve, és a motor az amerikai volt benne, General Motors, a felépítmény az pedig svéd, Trollhättanban készítették ezeket a mozdonyokat konkrétan, Svédországban. Ez a mai napig is közlekedhetne? A mai napig is megtalálható a magyar vasút hálózatán, és menetrend szerint is közlekedtetnek vonatokat, pontosan. És a mozdonyvezetők nagyon-nagyon-nagyon elismerik, és igazából nagyon-nagyon tisztelik is őket, mert rendkívül megbízható, tehát megbízhatóbb. Több mint 60 éves, ugye? Így, ilyen, jubileumi. Igen, 60-as években. Pontosan. Kezdték gyártani. Hát akkor azért ez az érzelmi kötődés, gondolom. Azért is, érzelmileg azért is kötődnek hozzá, mert egy egészen más rendszer, ahogyan ezek üzemelnek, mint az összes többi, és összehasonlíthatatlanul megbízhatóbbak, mint bármelyik mozdonytípus mostani dízel mozdonyok, amik közlekednek itt a magyar vasút hálózatain. Egy érdekes adat, hogy édesapám is dolgozott ezzel a mozdonytípussal, ő a mai napig is rajongva beszél róla, és a 16 év alatt kétszer maradt szolgálatképtelen. Ami a mostani viszonyok között, azért legyünk őszinték, hogy... Nagyon ritka. Ritkaságban megy, igen, pontosan. Fel lehet menni a mozdonyra? Természetesen, menjünk, egészen nyugodtan, üljenek, legyenek szívesek, tekintsék meg. Itt ült a mozdonyvezető, ugye? Így van, igen. Mitől ilyen különleges ez a vezetőállás? Ez a vezetőállás, ez attól is különlegesebb a mostani mozdony típusok közül,
mert egészen más ez a perspektíva, ahogyan a mozdonyvezető lényegében látja előtte azt a szakaszt, amit pásztáznia kell. És ahogy látod, ebből egészen más szemszögből lát mindent, mint az összes mozdony típusból, ami most Magyarországon közlekedik. És maga a mozdonynak a kialakításából adódóan ezek a kezelőszervek, amivel a mozdonyt lehetett kontroll alatt tartani, ez folyamatosan lényegében a mozdonyvezetőnek annyira kézre állt, és annyira teljesen jól át tudta a mozdonyt látni, annyira jól tudta kontrollálni, hogy így a mozdonyt lényegében nagyon-nagyon megszerették, és maga a kialakításából adódóan van ez a kultusz körülötte, amire azt mondjuk, hogy nohab így összességében. Elmondanád, hogy például ez a kar mit célt szolgál? Ez a háromállású fékező szerep, állítókar. Ebben a pozícióban van a mozdony teljesen befékezett állapotban. Ez egy olyan állapot, amikor a mozdony éppen lényegében egy állomáson várakozik, ebben pedig amikor vontat. Uh-huh. És ez? Ez egy fékező szerepállítókar, ezt a mozdonyvezető így tudta alkalmazni, aktiválni. Jó, és ez? Ez egy olyan eszköz, amit a mozdonyvezető akkor alkalmazott, amikor állomásra beérkezve egy vágányt fel kellett, hogy szabadítson, és akkor a visszapillantó tükörből figyelemmel tudta követni azt, hogy milyen jelzést adnak éppen a MÁV alkalmazott, igen. És akkor lényegében ezzel az eszközzel tudta működtetni ezt a berendezést, ami egy elektromos feszültség szabályozó, azaz kontroller. És akkor vannak persze kapcsolók, így van, meg gondolom sebességmérő. Pontosan, tehát... itt van a sebességmérő, ez pontosan azt a sebességtartományt tükrözi, amivel a mozdony... Tehát 120-szal mehetett 105 km per óra volt hivatalosan. Ja, hivatalosan. 78 km per órával történt ez a sajnálatos baleset, ami történt ezzel a mozdonnyal. Tehát volt egy baleset? Volt, eznek a mozdonynak egy konkrét balesete volt sajnos. Mikor? 1999. július 4-én. És tehát minek ment neki, vagy mit egy ütött hatalmas, el, vagy... Egy hatalmas nagy vihar generálódott, teljesen elsötétült minden, és itt van konkrétan az eredeti menetrend, amit ez a 1973 volt a vonatszám, amit akkor ez a mozdony továbbított, aminek a vonat élén volt lényegében, és az a lényeg, Baracsony Lábdi hegy után történt egy olyan esemény sajnos, aminek következtében ennek a mozdonynak elég nagy hányada, ha lehet így fogalmazni, megsérült. És tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy isteni csoda, hogy egyáltalán ez itt van, és ennek Tapolca a neve, és azért is van itt Tapolcán, mert ez mellett szentelve pap által, itt a fűtő az tényleg? A motorszín első vágányán, pontosan. És emberek sérültek? Hála mindenható Atya Istennek, hogy nem. Nem, de jó. A mozdonyvezető az 8 napon túlgyógyuló sérülést szenvedett el. Hát ez komoly volt. Azon a kis pici ajtón, ablakon mászott ki, jó. De igazából az a lényeg, hogy tehát amikor észlelte, hogy mi van a mozdony előtt, konkrétan amit a lehetőségeihez mérten ki tudott használni, azt kihasználta. Mi volt előtte? Hát egy hatalmas nagy fa dőlt elé. Igen. A viharban. Így van. Tehát az a lényeg, hogy konkrétan egy ilyen orkán erejű szél generálódott pillanatok alatt, 1999-ben, és egy hatalmas nagy fa dőlt a vonat elé, és egyszerűen, amikor a mozdonyvezető egy ilyen íbben helyezkedett el, és amikor érzékelte, akkor hiába tett meg mindent, meghúzta itt az összes fékező szelepet, egyszerűen menthetetlen volt. Igen. És úgy higgye el nekem, hogy ez az eszköz, ami itt megtalálható, ez maradt a kezébe, és ennek a közepe törött ki. És nem emlékszik semmire. Tehát így kész, ennyi. Jó, és hát utána akkor gondolom, hogy rendbe hozták, ugye? Tehát sikerült rendbe hozni, mert... Most látjuk, hogy szép állapotban van, vagy az a lényeg, nagyon hosszú munkába telt, amíg ezt úgy rendbe hozták. Hogyne, hát ezt nagyon komoly tárgyalások előzték meg, hogy egyáltalán a mozdonya most voltaképpen mi is legyen. Hát hogy igen. A mozdonynak ezzel az éppen maradt szekciójával, hogy ezzel mit is kezdjen a MÁV. Igen. Mert ugye az a lényeg, hogy ez a B oldal, ez nem sérült, az A oldalt érte jobban a sérülés, nagyobb mértékben, az selejtezésre is került, és az a lényeg konkrétan, hogy most ez itt van, és hát ezzel a MÁV-nak, hogy milyen terve volt, lényegében ezt nagyon-nagyon komoly tárgyalások előzték meg, és nagyon komoly volumenű aláírások persze. kellettek ehhez, hogy ez így megvalósulhasson. És ugye a Vasúttörténeti Parkban ez ugye megtalálható volt, csak ugye akkor csak kívülről lehetett szemlélni, megtekinteni. Most már be lehet jönni. És most már egy hála mindenható, Atya Istennek, így lényegében így is lehet fogalmazni, hogy most már így akkor megtekinthető. Thank you.
Akik már megfordultak a budapesti Duna korzón, azok biztosan találkoztak a kis királylány szoborral. Alkotója a tapolcai születésű Marton László, aki még életében megnyitotta a tapolcai Malomtó partján azt a galériát, melyben kedvenc műalkotásai láthatók. A Kossuth és Munkácsy díjas szobrászművész hagyatékát özvegye kezeli, akivel a Marton galériában beszélgettem. Hazánk egyik legnevesebb szobrászművésze, a Kossuth és Munkácsy díjas Marton László Tapolcán született, így nem véletlen, hogy itt nyílt kiállítása, ön az özvegye, és amikor kitalálta, hogy itt legyen egy ilyen tárlat, akkor hogyan fogalmazódott meg önben, hogy milyen koncepció alapján legyenek itt kiállítva az ön művei? 13 éves, itt született Tapolcán, 13 éves korában a tehetsége miatt kiemelték, a Zala vármegye ösztöndíjával és Budapestre került, és akkor már elvégezte, 13 évesen kezdte az iparművészeti főiskolát, és utána meg a képzőművészeti főiskolát. És tehát a gyökér, ahogy innen került el, tehát azért meg az édesanyja, szülők itt éltek, az édesanyja is, innen indult, mint gyerek. Itt született, és 2000-ben, mikor meg sikerült előtte pár évvel az önkormányzattól megvenni ezt az épületet, és átalakítottuk, tehát akkor mint élő művész esetében galéria szinten neveztük, de hát nem egy kiárusító hely volt, csak látogató. 2000-ben nyílt meg a galéria, Máde Ferenc köztársaság elnök avatta fel, de a koncepciója, amit ő így összeállította a művészi alkotásait, az majdnem egy szobor, tehát az életét mondta el, a lelke van benne, az élete, az érzelme van benne, és a művészi kvalitása is benne van, azok a művészi alkotásoknak a kisplasztikái, amik a köztereken vannak elhelyezve. Közel 300 szobra és kis plasztikája van itt hazánk területén. És külföldön is. És külföldön is, és ha jól tudom, akkor több mint 60 van Budapesten. 60, igen. Hát mondjuk az ismertebbek, a Kis Királylány szobor. Igen, a Dunaparton. Akkor a József Attila, a Dunánál című köztéri szobra, az a parlament közelébe, a Dunaparton, Görgei Lova szobor a Várba, Liszt Ferenc, a Liszt Ferenc téren. Hát nagyon híres szobrok. Igen, híres szobrok. És abban mind önmagát fejezte ki, az igazi, hogy a művészi érzelmét, akár a Liszt Ferencbe is, hogy a művész játszik zongora nélkül. Igen. Igen, nem csak a Liszt, hanem ő is. Végig tudta azt kísérni, hogy ő hogyan dolgozott? Beengedte önt mindig, a műterembe? Természetesen mindig. Leszoktam menni, és megnéztem. De ő csinálta a dolgát. És hát a érzelemdús alkotó volt, tehát ezt igen, az igen, hát azt nem közölte, hogy... érzelmet senkivel nem se közölt, nem, ott mindenkivel, benn van a szoborba, benn van mindenbe. Itt tulajdonképpen, itt ha valaki alaposan végignézi a kiállítást, az alkotásait, magával ragadja a közölt érzelem. Hát ez állandó kiállításnak minősül, és hát nyáron vagyunk csak nyitva, mert támogatás nincs hozzá, tehát ez mind önfinanszírozással megy. De látogatók tartják el, és jönnek, szeretik a műveit, a köztereken is találkoznak vele, és Budapesten is lesz egy múzeum, ahol a Tigris utcában, ahol a műterme volt és van, az is érintetlenül van, és ugyanilyen állapotban szeretnénk bemutatni, és még legalább 15-20 köztéri szobor, ami még a tulajdonunkban van, tehát az ott be lesz mutatva. Bakony délnyugati peremén elhelyezkedő Tapolcának bányász múltja is van, ugyanis környékén alumínium ércet, azaz bauxitot fejtettek egykor. A hajdani dicső bányászmúlt napjainkra már leáldozott, de emlékét hűen őrzi a város.
A környező bezárt bányákhoz érdemes kilátogatni az egyedülálló látvány miatt. Tapolca nem csak egy gyógyváros, hanem valamikor bányáztak a környékén, méghozzá bauxitot, de itt volt valamilyen bányászközpont, ha jól tudom. Itt megálltunk a Szent Borbála szobor előtt, amely ugye a bányászok védőszentje, de egy kicsikét helyezzük képbe a nézőket, hogy hogy volt ez a bányászat, mikor kezdték és mikor fejeződött be a bauxit bányászat? Hát a bauxit a legfiatalabb ásványaink egyike, hiszen a 19. század közepén még ékszerként használták az alumíniumot, a bauxit pedig az alumínium alapanyaga. Valamikor a múlt század 20-as éveiben kezdték el a bauxitot bányászni, nem itt, hanem Fejér megyében. Itt a 40-es években kezdődött el igazán a bauxit bányászat a környékbeli településeken, Halimbán, Nyirádon, Csabrendek térségében, és ott is volt a bányaközpont. Majd amikor az 50-es években fellendült a bauxit bányászat, egyre jobban fellendült, korszerűsödött, egy nagy központ kellett. 1968-ban ezért aztán ide költözött a bányaközpont, itt alakult ki a bányászat központja, de a bányák változatlanul a környékbeli településekhez kötődtek. Tudni kell, hogy ennek következtében felépült 2300 bányász lakás Tapolcán, majdnem 300 szövetkezeti lakás, és évente 2000 dolgozót kellett fuvaroztatni a bányákba és vissza a településre. Úgyhogy ez egy nagyon nagy boom volt a városban, így is lett város Tapolca, hiszen a bauxit rengeteg embert jelentett, szociális intézményeket kellett létrehozni, iskolákat, óvodákat, és hát az embereknek lakóhelyet biztosítani. Ahol most állunk, ez talán az egyetlen emlék a bányászatról, hiszen a bányászat 40-es években elkezdődött, és 2013-ban a környékbeli bányák utolsójából, Halimbáról is elköltözött a bányászat, megszűnt a bányászat Tapolcán, a bányaközpont pedig 10 évvel korábban Halimbára költözött. És ahol most állunk, talán ez az egyetlen helybéli emlék, Szent Borbála, a 12 védőszent egyike, a bányászok védőszentje. Marton László kosudias szobrászművész alkotása 2000-ben, amikor itt volt egy nagy bányász, kohász, erdész találkozó, akkor állítottuk föl a művész jelenlétében. A Szent Borbála szobortól pár méterre áll ez a szoborcsoport, amelynek láthatóan ugye a bányászat a témája. Igen, ez is Martó László szobrászművész alkotása, ez egy korábbi alkotás, vagy 30 évvel korábban készült. A bányászok munkáját örökíti meg ez a rács kompozíció, és itt szoktuk a szeptember első hétvégéjén a bányásznapot kezdeni, itt ünnepelünk, koszorúzzuk, néhány emlékező beszédet elmondunk, mert azért azt el kell mondani, hogy igaz, hogy 2000 bányász dolgozott a bauxit bányászatban itt, ezen a vidéken, de bizony már egyre kevesebben vagyunk. De azért még a bányásznapokat megünnepeljük. Érdemes erre is rátekinteni, hiszen a bányász munkát örökíti meg. Tapolca mellett vagyunk, a nyirádi bányaterületnek az egyik legtovább működő bányájában, Iza 2-es bányánál vagyunk. Itt olyan 230-250 méter mélyre ereszkedtek le, ezen az aknán keresztül. Ez a szállítóakna volt, itt még csillével szállították a termelvényt a föld alatt, és ott fönt volt a buktató, és ez, amit itt látunk, ezek a lábas
ez a lábas beton kolosszus, ez alá álltak be a nagy teherautók, ide töltötték a felhozott vörös bauxitot, mert a bauxit az vörös színű, és vitték az ajkai tinföldgyárba. A nyirádi bányaüzemnek azért több bányája volt, Deáki bányaüzem, Darvastói bányaüzem, Dűtnyíresi bányaüzem, és a legutolsó a Csapusztai bányaüzem. Ez egy csokor volt, úgy mondjuk, hogy ez egy nagy koncentráció volt. A nyirádi bányán kívül volt még a Halimbai bánya, ahova nem érdemes elmenni, ugyanezt látnánk, már csak a maradványokat. Ott azért mélyebbre kellett leszállni, ott 350 méter mélyre kellett a bauxitért leszállni, de ott egy lejtaknán szállították ki a termelvényt. Tudni kell azt, hogy három műszakban dolgoztak a bányászok, és amikor reggelenként, ugye mi műszakiak csak a délelőttös műszakban jártunk általában, mérnökök, amikor a reggeli műszakba jöttünk, akkor ezen az aszfaltos úton ezerszer elmentünk, és mindig a nagy kanyarban ébredtem föl, mert a járat az ugye 5 órakor indult, 17:30 itt kint voltunk, kiszálltunk, utána gyors rapport, az éjszakás műszak átadta, átvette a műszakot, és utána megbeszéltük az aznapi teendőket. Itt majd meglátjuk azt az épületet, ahol a műszakiaknak az irodái voltak, ahol fürödtek a bányászok, és ahol átöltöztek. Mi lesz ennek a sorsa? Vajon van erre valami, bármilyen terv, vagy? Sajnos ennek a sorsa az enyészet egyelőre. Nem drága terület, nincs rá jelentkező. Ez most állami tulajdonban van, és hát romlik. Valamikor nagy élet volt itt, de hát ez az enyészeté. Néhány vállalkozó néhány kisebb épületet átvett, de tulajdonképpen ez az enyészeté. Sajnos itt sok ilyen épületünk maradt, ami az enyészeté lesz. Elfelejtődött a bányászat. Ez a két aknatorony, ez meg a Halimbai maradt meg, ami még a külszínen látható, más már nem. És megmaradtak azok az öreg bányászok, akikkel, hát... Néha itt találkozunk. Elérzékenyülök, igen. Jaj. Ha találkozunk, akkor megöleljük egymást. Köszönjük. Minden tiszteletünk az övé. Köszönjük egy jó szerencsét. Igen. És bizony, ennyi. Hát, nehéz ezek után megszólalni. A bányász élet valóban a bajtársiasságon alapul, amely egy életen át elkíséri a bányászokat. Kirándulásunkat az első magyar látványtárban folytattuk, így visszamentünk Tapolcára. Az egykor romos Tankovics Malom épületében kapott helyet az a különleges tárlat, amely Altorjai Sándor festőművész hagyatékára és Vörösvári Ákos műgyűjteményére épül. Itt majdnem minden gyűjtenek, ami kortárs művészet, fotó, bútor, néprajz és iparművészet, de mindezt nem a hagyományos keretek között, sőt, magát a kiállítás rendezést is önálló műfajnak tekintik. Ákos, ön több évtizede gyűjti a nagyon szép műalkotásokat, érdekes tárgyakat, és ha jól tudom, akkor minden évben más tematika alapján rendezi meg ezt a kiállítást. Ebben az évben mi a címe, mi a vezérfonal? Igen, nagyon jó címet sikerült találnunk, úgy érzem, nőábrázolások és ábrázoló nők. Ez azt jelenti, valamelyest bővítve mondandómat, hogy a férfi szerzőktől csak nőábrázolásokat állítottunk ki, női szerzőktől pedig gyakorlatilag bármit, amit szeretünk és jónak tartunk.
És mik ezek? Plakátok, festmények, ugye hát, hogyha körbenézek, akkor ezt látom. Újságok. Minden van, ami, ahol a nőábrázolás előfordulhat, tehát evidensen a festmények, szobrok, plakátok, újságcímlapok és újságbellapok, hogyha valami miatt érdekesnek találtuk. És szobrok márványból, bronzból, fából, kerámiából, szóval nem korlátozzuk magunkat a műfajok erdejében. Nagyjából tudja, hogy hány összegyűjtött műalkotása tárgya van? Hát azt nem tudom. Több ezer? Hát sok ezer, igen. Hát egy-egy gyűjtemény részt több ezerből áll. Például a piros-fehér-zöld, amit 1986 óta gyűjtünk. Tehát a piros-fehér-zöldnek az előfordulásai, a nemzeti színek, amiből több kiállítást is csináltunk már. De van egy dohányzás történeti gyűjteménye is a látványtárnak, ami önmaga több ezer darab. Tehát, és akkor nem beszéltem még a néprajzi anyagról, meg a kortárs képzőművészeti anyagról, szóval komoly raktár problémáink vannak. Ugye most a nő áll a középpontban a kiállításon, és hát olyan festmények is vannak itt körülöttünk. Ezek híres műalkotások, vagy értékes képek? Hát vannak nagyon híresek, nagyon értékesek, és vannak hát tucat dolgok már, amennyiben egy nyomtatott sajtó, az tucat dolognak nevezhető. Tehát úgy értem, értéke nincs, igen, de, igen. Mert forint értéke nincs, de hírértéke és látványértéke annál inkább, és a jelentésbeli értéke, úgy értem, annál inkább. Egyébként ez a téma már harmadszor fordul elő a látványtár életében. Az elsőt azt 97-ben rendeztük Budapesten, a másodikat Győr városában 2002-ben, de azok egyszerűbb, szimplább kiállítások voltak. Ez a legjobb a három közül. Tüzes borok, vulkáni ízek. Röviden így foglalja össze a badacsony-tomai borbély család, hogy milyen borokat készít már hosszú évtizedek óta. Hazánk egyik legismertebb borkészítő familiájának minden egyes borán érződik a szőlő és a bor szeretete, tisztelete. A Borbély családi pincészetnek a nevében is benne van, hogy ez egy családi vállalkozás. Akkor Tamás, neked akkor ki volt jelölve az utad, igaz? Hogy ezzel kell foglalkoznod? Hát mondhatjuk így is, igen. Ez a szőlő, ahol most vagyunk, ez 81-ben telepítették el a szüleim, ez volt az első saját ültetvényük, és ez azért fontos, mert én ugyanezen a tavaszon születtem, úgyhogy gyakorlatilag együtt cseperedtünk ezzel a szőlővel a birtokkal, és hát ez volt a játszóterem, ők nevelgették a szőlőt, én meg először babakocsiban, majd aztán már négykézlábit játszadoztam. Úgyhogy igen, ez így genetikailag összefortunk, és nem volt kérdés, hogy mivel szeretnék foglalkozni majd a későbbiekben. És azok a szőlőfajták maradtak, amiket az apukád kezdett el ültetni? Ez a terület, ez még az a eredeti terület, igen, itt olasz ízling és kéknyelű fajta van. Egyébként pedig a összességében a birtokon a fajták maradtak, az a gondolkodás, amit ők elindítottak, hogy a helyi fajtákkal dolgozunk, elsősorban hogy a borvidékünk, a Baracsonyi borvidék egy fehérboros borvidék, hogy ez a talajadottságok, klimatikus adottságok elsősorban a fehér fajtáknak adnak teret, és megmaradt a koncepció a szemléletbe, természetesen, hogy elsősorban törekszünk a helyi fehér fajtákkal dolgozni, és ezeken keresztül megmutatni a borvidék értékeit. Hiszük, hogy tényleg a kéknyelűvel, olasz ízlinggel, rózsakővel tudunk olyan egyedit alkotni, amivel hosszú távon értéket tudunk a piacnak közvetíteni.
Igen, ugye nagyon sokan foglalkoznak borkészítéssel, és ezt azért meg szoktam kérdezni, hogy de, és mindenki ugye esküszik a saját borára, de mégis mi a különbség, hogy mivel tudtok ti mást, másabbat csinálni, mint más borászat, hogy mire törekedtek, mitől borbély a borotok? Ugye itt a Bor régión belül is, a Balaton régióban ugye nagyon fontos nyilván a turisztika, és nálunk is működik a vendéglátás, mind szállással, mind ugye helyi értékesítéssel, kóstolók, vagy akár egyszerű borvacsorákon keresztül, illetve hát egész évben nyitva állunk, akár csak ha valaki szeretne egy pár palac bort hazavinni magával, és ezt a turisztikát kiegészítve, tehát mindenképpen úgy kell összerakni a borkínálatot, hogy mind a modern, friss, reduktív borokkal próbálkozunk. Részben a helyi fajtákból, tehát olasz ízlingből van egy birtokborunk, ami egy reduktív, könnyedebb oldalra hangolt olasz ízling, de az egyedi értékeket pedig a helyi fajtákon keresztül a válogatásokkal, amik tradicionálisan nem csak a fajtával tradicionális, hanem technológiában is, ezek hordós erjesztéssel, érleléssel készülnek, egy hosszabb palackos érleléssel, és talán ez az a stílus, amit idézőjelben az őseink is képviseltek így a borvidéken. Ezzel próbáljuk megfogalmazni azt az egyediségét a borvidéknek, a birtoknak, hogy helyi fajta, és ezzel a klasszikus hordós stílussal, hogy ezt a minél ásványosabb, minél nagyobb testű, komplexebb fehérborokkal próbálunk értéket teremteni. Most hány fajta borotok van? Hát most egy évjáratból egy ilyen 13-15 féle termék készül. Ez ugye az évjárat adottságaitól is függ, hogy tudunk-e minden fajtából, amiből szeretnénk területválogatást, illetve ad-e lehetőséget egy adott évjárat, hogy mondjuk késői születelésű természetes édesbor is szülessen, akár egy olasz ízlingből, vagy az EUSZ fajtánkból. Uh-huh. Hány hektár területen vannak szőlők? Mi 21 hektáron gazdálkodunk, ugye ez a kis félhektáros kezdő birtokból először a rendszerváltozás után a régi családi területekkel visszaszerzésével egy közel 6 hektárra nőtt a család birtoka, és majd utána, ahogy láttuk, hogy érdemes ezzel a családi márkával foglalkozni, illetve hát elsősorban akkor még a szülők, nőtt a birtok, és most jelenleg 21 hektáron dolgozunk itt a Baracsonyi borvidéken, a különböző tanúhegyek oldalain. De hát ugye jól szerepelnek a boraitok különböző versenyeken, és az év borászata is voltatok, vagy bortermelői? Az év bortermelője, igen. Díjat kaptunk 2020-ban, igen. Ugye ezúttal is. Hát ez egy hatalmas elismerés. Hát bizony. Ugye ezt szokták mondani a borászok Kossuth díjának is. Gyakorlatilag egy nagy megtisztelő cím, hiszen ugyanez egy névhez, tehát ugye ezt egy borász kapja, de természetesen ez a család, a márkának az érdeme, hiszen ha édesanyám, édesapám nem indítják el a márkát, és dolgozunk folyamatosan ezzel, akkor ennyire fiatalon én nem kerülhettem volna ide, de nyilván a márka az most már 30 éves lassan, és ebbe a teljes 30 évbe én ugyanúgy kivettem a részemet mindig, ahogy tudtam őket segíteni, és nyilván ez a sok év áldozatos munkájának a gyümölcse ez a díj. Mellette pedig igen, nagyon sok borversenyről, akár hazai, akár nemzetközi borversenyről vannak díjak. Most az idei évben a legfrissebb az országos borversenyről. Az egyik kis limitált olasz ízlingünk, ez a Karós olasz ízlingünk kapott aranyérmet, illetve az EUSZ késői tűretünk, ami szintén ugye egy helyi fajta, amiből minden évjáratban egy kis természetes édesbor készül. Tapolcai kirándulásunk végére értünk. A Balaton felvidék egyik legszebb és legtöbb látnivaló tartogató települése kellemes kikapcsolódást nyújt mindazok számára, akik szeretik a tartalmas időtöltést. Legközelebb is számítunk nézőink megtisztelő figyelmére, a viszontlátásra!
A műsor támogatója a Széchenyi Pihenőkártya.